Itt vagyunk a PMK-ban, 7 évvel ezelőtt Szentendrén itt kezdtük a munkánkat, emellett az általam igen-igen kedvelt, szeretett Barcsai Mozaik mellett, és önök megtiszteltek minket rendszeresen telt házzal, de most elindulunk és megmutatom az új játszóhelyünket. Itt vagyunk a piacon, nagyon szeretjük, szombatonként mindig kijövünk ide, itt nagy-nagy élet van, szentendreiek találkozó helye, és most megkeressük a kedvenc kávézónkat, és Péter is valahol itt lesz, úgyhogy vele is fogunk találkozni. Menjünk. Szóval itt vagyunk a kedvenc kávézónkban. Itt szoktunk nagyon finom cappuccinót inni, én rántott harcsát szoktam enni, vagy pedig nagyon jó kis kolbit, úgyhogy ide mindig szívesen jövök. Még itt nagyon jó hangulat van, nagyon jó élet van szombatonként, úgyhogy ez is egy emblematikus hely. Hú, de finom ez a szörp. Ez is nagyon finom. Megjöttünk. Voltunk a kávézóba. Először is süt a nap. Igen. Itt vagyunk Szentendre csodálatos piacán, ami nyitva van minden szerdán és szombaton, és a félváros ide szokott jönni. Nem véletlenül. Én is nagyon szívesen kijövök, és köszöntöm a klubtagjainkat, meg a nézőinket. Péter egyébként itt szokott jegyeket árulni, én is ki szoktam vele jönni, ha van időm, és akkor nagyon kedélyesen el szoktunk beszélgetni a közönséggel, a nézőinkkel. Itt van a legfinomabb kecske sajt, úgyhogy kóstolj meg. Vagyunk a Kálvária úton, elhagytuk a vizes 8-as, nagyon jó úszoda, és itt van a parkja, most már látszik az új helyszínünknek, az új játszóhelyünknek, ahova be is fogunk menni. Ez az ajtó most még zárva van, de ősszel, szeptembertől már itt kezdünk, úgyhogy nyitva lesz, és szeretettel várjuk a kedves nézőinket a bérletes és bérleten kívüli előadásainkra. A szokásos helyeken megtalálják a programunkat, természetesen értesítést is mindenki kap, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit itt, a Barcsai színpadon.